Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Mindenek előtt a témát alapozóan hadd szóljak arról, hogy 2020 kétszeresen fontos számunkra. Részben azért fontos, mert Trianon 100-esztendős évfordulója, és ezek az évfordulók, ezek mindig valamilyen lehetőséget, nem is akármilyen lehetőséget rejtenek, a lehetőséget megérezzük és használjuk. Ilyen az aláírásgyűjtés közvetlenül szükséges. Nemrégen voltam Felvidéken egy borkóstolón. A felvidéki testvéreink a Medves másik oldalán összegyűltek jó néhányan, és egy ottani fiatalember mutatta be a saját borait, aki városból költözött le falura, és szerelmes abba a faluba, szerelmes abba a tájba, szerelmes abba, amit a Jóisten adott, abba a lőzvei somokba, amelyik a guggoló tőkének óriási erőt ad, a guggoló tőkén érlelő szőlőknek az ízen zamaton kívül valóban erőt is adni, öröm volt hallgatni. Öröm volt hallgatni, mert él nem csak a hazán, és élni fog a világ végezetéig, bennünket megsemmisíteni nem lehet. Nem lehet annak ellenére, hogy a sárkány, jelenések könyve, a farkával az alaposan csapkod, és minden közösséget szétcsap. Az a dolga, hogy minden közösséget szétcsapjon, ez a közösség is úgy szétcsapóban van, erre úgy oda kell figyelni. Oda kell figyelni, és nem kell hagyni. Az a fiatalember, aki bemutatta borokat, egyébként ott arról szólt, hogy mi itt Felvidéken kisebbségben vagyunk. Ezt el kell felejteni. Mi a Kárpát-hazában nem vagyunk kisebbségben, és a Kárpát-haza az osztatlan kerek egész a Jóisten szemléletében, és mi nem az emberek iszonyú cselekvését tartjuk fontosnak, egyáltalán nem tartjuk fontosnak, hanem azt, amit a Jóisten elhatározott, hogy ezt a Kárpát-hazát, egy epitelettel együtt, ennek a drága népnek ajándékozza, örökbérve, és erről szóltam már, ennek minden négyzetméteréről nekünk kell elszállítani. Nekünk. És nincs mellébeszélés. Nincs, nem lehet. Ott nincs, és többet nem lehet mellébeszélés. A Kárpát-haza lakosságának többsége a mai napig a magyar. Mi itt nem vagyunk kisebbségben. Nincs Szlovákia, Felvidék van, ideglenesen szlovák közigazgatással, mondom, ideglenesen szlovák közigazgatással. Nincs olyan Románia, aminek szerves része Erdély. Erdély a Kárpát-haza szerves része ma is. És Erdélyben élő magyarok ugyanúgy hozzátartoznak a belső részen lévő magyarsághoz, mint a felvidéki magyarok. És ugyanez vonatkozik a Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, sőt Ausztriában lévő testvéreinkkel is. Saját gondolatunkat meg kell tisztítani. Tele van mocsokkal, mondom, tele van mocsokkal. Amint beszélgetek egy emberrel, akármilyen gond előjön, rögtön a mocsok kerül elő. Rögtön a mocsok, ami a létét hullasztóvá teszi, a létét adottságait korlátozza, és kivonja a magyarság közösségéből. Egy haza van. A Kárpát az a ma is egységes kerek egész. És azon az alkalmon 2020-ban ezt nekünk nyilvánvalóvá tenni, addig viszont mindenkinek meg kell tisztítani a saját gondolatrendszerét. Szó sincs arról, hogy szétdarabolt a haza. Szétdarabolt, és mégse szétdarabolt, mert a gondolatod ezt nem fogadod el. Sátáni, nem Istentől való sátáni. Ha nem fogadod el a sátáni, akkor ez óriási erő. Nem a sátán segít téged, hanem a Jóisten segít téged abba, hogy többet nem érzi magát kisebbségnek, se a kárpátai, se a erdélyi, se a délvidéki, se a szlovéniai, se a felsőőrségi.
se a felvidéki magyar. Fontos, fontos. A tisztítás első lépcsője, ez legyen Kárpátaza. Többségben mi vagyunk. Ránk bizott ez a haza, és soha, semmikor, lényegi tekintetben más népek jogát, aki itt lakik Kárpátazában, mi nem korlátoztuk. Mondom, soha, semmikor, semmilyen módon mi nem korlátoztuk. A lényeg az, hogy elhiszed a sátán uralmát, vagy az Istenét hiszed. Két úr nincsen, egy úr van. Az a másik, az az egy úrnak a hiánya benne. Ezzel mindenkinek szembe kell nézni. A tisztítás most el kell kezdeni. Van egy másik dolog, hogy a Jóisten bennünket kitüntet. Nem lehet elégszer mondani, hogy kitüntetett helyzetben vagyunk magyarok, ezer és ezer dologgal ezt be lehet láttatni, igazolni lehet. Egyébként azzal is igazolni lehet, hogy múlt század eleje közepén egy nővért, Natália nővért, Jézus kiválasztotta arra, hogy vele üzenjen neki, hogy Budán, a Normabánán, a Szent Anna réten, amit Isten választott ki szent helynek, hiszen a középkor óta oda rendszeres zarándoklatok történtek, gyalogzarándoklatok, tehát nem az ember jelölte ki szent helynek. Ezt a szent helyet a közénk született életünk ember élet, Isten, nem a spekulatíva valóságos. Megerősítette azzal, hogy ott föl kell építeni az ő édesanyjának, a világ győzelmes királynőjének a kápolnáját. Ha fölépül a kápolna, akkor a magyarság komoly veszedelemtől menekülne. Nem sorolom végig a történetet, bár érdemes lenne egy alkalmat erre szentelni. Csupán arról beszélek, hogy az utolsó ítélete Jézusnak, ígérete Jézusnak, még az ítélet messze van, az, hogyha fölépül ott a kápolna, akkor a sátán letaszítatik a trónjáról. Hiszed? Hiszed? Vagy azt hiszed, amit a média sugal, hogy kevesen vagyunk. Merjünk kicsit lenni. Merjen az, aki törpe. Merjen az, aki csúszómász. Kicsit. Te húzd ki magad. Isten kedvelt népe vagy. És tisztíts meg magad mindeneket. Szégyenletes dolog, hogy az a társaság, amelyik vállalkozott arra, hogy a kápolnát felépítik, az a társaság széthúzó le. Ebben semmi különös nincsen, hiszen oda kell figyelni arra, amit Jóisten üzen nekünk, hogy a kárkány, a sátán sétcsapja azokat a szervezeteket, amelyek jó értelemben, közösségként, valami szent cél érdekében valósulnak. Szétcsapta. Szétcsapta, szent mise minden szombatunkban, bocsátja ki, holnap meglátogatok ismét, bocsátja, megtartja a szent misét minden szombaton délután két, illetve három órakor, szent mise után szentségimádás után a rózsafüzér imádság, és éjjel is van rózsafüzér imádság, két napig, éjjel-nappal ott imádkoznak néhányan. Nem is egészen egy tucatnyi ember. Szemesz Farkas, a lovaszarándok, aki lovas csapatával kétszer végig zarándokolta a Kárpát-hazát, vezeti ezt az imarendet. Csöndes, magába forduló, tisztességes ember, hatalmas áldozat van mögötte, a lovaszarándoklattal és mással is alkalmatlan arra, hogy embereket hívjon oda. A világhálón meg lehet találni a honlapot, ez az engesztelő kápolna honlapja, és jelentkezni lehet egy személynek, jelentkezni lehet családnak, jelentkezni lehet csapatnak, hogy az imarend folytatódik.
A bíboros úrnak teljesen igazok. A bíboros úr legutóbb, amikor egy küldöttség kereste föl, éppen a kápolnai építése. Okán a bíboros úr azt mondta, hogy van elég engesztelő kápolna, ott van a Regőci kápolna is, meg ott van Kecskeméten a barétumban a Szűzanya kápolnája, amit Jézus jelölt ki, Natália nővér üzente, engesztelő kápolnának tényleg. És ezt a kápolnát azért nem engedi fölépíteni, mert azok, akik fel akarják építeni, tisztátalanok, egymással gyűlölködnek, és sajnos igazabban. Ezek 2020-ban sorsfordító esztendő lesz. 2020-ban, 1938 után itt lesz újra az eukarisztikus kongresszus. Mondom, itt lesz újra az eukarisztikus kongresszus, ez az oltári szentségnek a kongresszusa. Én 8 esztendős voltam 38-ban, édesapám járatta a Tolnai Világlapot, a Tolnai Világlap beszámolt erről a kongresszusról, és a gyerekben élesen, tisztán megmaradnak képek. Óriási hatással voltak rám ezek a képek. A budapesti találkozó, azok az emberarcok, akik részt vettek a körmeneteken, ahogy pályát adva, és még nagyobb hatással volt rám az aranyvonat. Legtöbben azt se tudják, mi volt ez az aranyvonat. Aranyvonat, amelyik az egész hazát végigjárta, és ebben az aranyvonatban ott van Szent István királyunk jobbja. Óriási ereje van. Amikor Szent László király nyomában Moldvába jártunk, egy moldvai családdal, Luisi Kalogorban megbeszéltük, hogy náluk állunk, és akkor onnan különböző helyre megyünk majd. Egyik barátomnak ismerőse volt az a család. Mikor megérkeztünk, ember és asszony nem volt otthon, csak a három lányuk. Ők látták el a jószágokat, ők látták vendégül bennünket, az öregek pedig följöttek Budapestre, 4 év megtakarított pénzét arra használták, hogy jelenedjenek Budán a Szent Jobb körmenet. Egy módbai öregemmel és egy módbai öregasszony. Nem akarnak úgy meghalni, hogy ez a szentség, Isten adta szentség, ne érítse meg őket. Lehetnek különböző vélemények, minek? Kitalálhatsz akármit unalmadba, WC-n szorulás közben, minek? Nos, az aranyvonatot elkészítették a budakeszi testvéreik. Azok a budakeszi testvérek készítették el, akik rendbe hozták a keleti Kárpátokba, a Rákóczi vár alatt a régi bakterházat. Azok, akik rendbe hozták az egyik őrkápolnától. Akik miatt elkezdődött az a zarándoklat, amely teljesen megingatta a románok biztonsági érzetét. Ma már nem csak egy vonat érkezik oda, Szentlélek erejére bűnköstön, és nem turistákat visz, hála Isten, magyarokat! És a román rendőr tisztelettel vannak irántól, azok iránt, akik odaérkeznek, ezt el kell taposni ilyenkor. Mert erősugárzik bennünk, egyetőbb. Ugyanez a társaság elkészítette 50 millió forintból, összegyűjtötték. Mint ahogy mi összegyűjtöttünk annak idején a Széphavas kápolnára a pénzt. Összegyűjtöttük, fölépült, egységes akarattal, és működik. Ezek és ezek keresik föl, télen is, ha nincs nagy hó, hiszen ott maradnak a gyertyacsomók. Él nemzet a hazá. És ezt a nemzetet meg kell érezni, ezt hozzá kell tisztulni. Az aranyvonat végig fog menni, most is, 2020-ban. És a bíboros úr nem is ad engedélyt arra, hogy megépüljön a kápolna, hogy fölépüljön,
Zsuzsanyának a háza, a világ győzelmes királynőnek a háza, az az imarend, amely folyamatos fönn a Szent Tanaréte, az az imarend, amely véleményem szerint meg fog erősödni, az az imarend nyilvánvalóvá teszi a világ minden tájáról ideérkező katolikus testvéreinket, hogy itt valami létezik. Az imának hatalmas ereje van. Jóska bácsi nem lenne itt! Már régen a másik világból lenne a lelke, talán nem egészen a pokolba, csak a tisztító tűzbe, ha nincs imádság. Ha éppen gyimes felsorokon nem celebrálnak misét nekem a szeretett csárdói. Imádság, ember, imádság. A szeretet hatalmas megfogalmazása, valósulása. Imádság. Ide érkeznek Dél-Amerikából, Afrikából, Ázsiából. Ide érkeznek testvéreink, igen, testvéreink, ők az úrvak, még ha nem is magyarok, ide érkeznek mindenhonnan, a két Amerikából és Ausztráliából is. És érzik, hogy valahova jöttek. Mint ahogy, ha az ember bemegy egy templomba, ahol a szentmise előtt fél órá, ott vannak a drága öregasszonyai, a rózsafűzének társaság tagjai, és mondják a rózsafűzét, ha ilyen templomba lép be az ember, akkor átjárja az a melegség, hogy minden bajot a rögtön Isten akaratából kimosódik belőle. Ez is megszűnt. A templomba is jó néhány esetben azt találom, hogy melegítőben jönnek az emberek. Igen, sokan már akkor, amikor a tisztelendő úr a prédikációt mondja. Mi ez? Mi ez? Szirius, baza! Lehet még lejjebb züllen? Van még lejjebb? Persze, hogy van. Régiek, így az én nagyon sokat emlegetek, Pankasi Paraszt öregapám is azt mondta, az okosságnak határa van, de a butaság határtalan. Ezt el kellett mondani. Fontos az aláírás, fontos. Fontos, legalább 2 millió aláíró kell. A Magyarok Szövetsége szívesen veszi, ha valaki aláíró íveket kér, és a saját körzetébe aláírásokat gyűjt. Nem Patrovány Miklós miatt támogatom ezt a dolgot, hanem azért, mert fontos. Azért, mert akkor óriási változás lesz. Azért, mert abban az évben itt lesz a földi világunk különböző részeiből érkező embereknek, emberiségnek a jó. Fontos. Vagyunk. Nyilvánvalóvá tenni, hogy vagyunk. Nem gyűlölködünk, vagyunk. Vagyunk és lenni akarjuk. Lenni. Az egész hazánknak. Igen, az előbb mondtam, hogy előmelegítettem. A mérleg havában vagyunk mi, a mérleg havának küszöbén egészen az elején ott van Szent Mihály. Szent Mihályról se lehet elég sokat beszélni, most is itt van Szent Mihály. Itt van, jelen. Nem lehet letényképezni. Mai embernek nem hite van. A hitet nem lehet letényképezni, hitet nem lehet megtapogatni. A hit alapja az, hogy érzi. Rágondolsz, hogy érzed. Érzed, mikor leültél a vacsoraasztalhoz, ott van Szent Mihály. Éreztük. Hát igen, a vacsoraasztalnál, anélkül, hogy az öregünk szólt volna. Egyszerű dolog. Együtt volt az egész család. Nem bízgentjüve, hogy gyerekem,
a levesre figyelj oda. Hova züllött a nemzet? Van-e nemzet? Azon kívül, ami új honfoglalás, mert én új honfoglalásnak, honvisszafoglalásnak nevezem, mi történik szerte országban, az egész Kárpát-hazában, mert ország alatt én nem a csonkot értem, a csonktudatot, a csonktudatosan. Az ország. Harangoztak. Mire harangoztak? Vacsorára harangoztak. Bern Miklós a veszprémi püspök megszüntette déli harangozót. Csak a bazilikában lehet harangozni délre, azzal, hogy sok ember zavar. Nem sokára leszedetik a kereszteket is a templomban. Bern Miklós veszprémi püspöke. Váci. Tessék? Váci püspöke. Nem értem. Váci püspök. Váci püspök. A Veszprém az jó fejlődő. Persze, elnézést kérek a lendületét. Veszprémbe vitt engem. Bocsánatot kérek a veszprémi püspök. A Váci püspök. Igen, a Váci püspök. Betiltotta, nem engedélyezi a körmeneteket sem. Hova lehet még ülni? Jóska barátom, én Druszán, szeretett Druszán, azt mondta, hogy olyan előadások kellenek, hogy az, ami ott elhangzik, az igaz legyen, ez az alapvetés, és azt lehessen tenni. Lehet tenni. Lehet tenni. Lehet tenni, hogy vacsoránál együtt van a család, kivétel csak az, ha valaki akkor éppen műszakból van. Lehet tenni. Lehet. Lehet imádsággal kezdeni, és tapasztalásom van felőle, ha imádsággal kezdődik a vacsora, akkor ott a vacsoránál előkerülnek azok a gondok, amely aznap környékezték meg az ember, és megkörülnek. Hányszor kelljen azt mondani, hogy nem lehet gondokkal lefeküdni, nem lehet, képtelenség. Fél patika altatot beszél. Ha gondolunk, benned fészkelnek. Elmondta az ember, ha valami jó értelme, a örömet se szabad bent tartani. Valakinek el kell mondani. Van egy kiváló Gorki elbeszélés, egy moszkvai régi sofőr, konflikt, kocsis, el akarja mondani az ő bánatát azoknak, akik ott vannak a konflikusban. De azok nem figyelnek rá, azok el vannak foglalva magukkal. Este, amikor leköti a lovát a listából, ráborul a fejére és elmondja. Valakinek el kell mondani. Valaki. Ha létezik család, akkor ott van valaki. Van apám, anyám. Ott van testvére, gyerek. Valakinek. Valakinek azt is el kell mondani, hogy indulatba jöttem, és megsértettem az egyik munkatársamat, vagy az egyik barátomat. Valakinek el kell mondani minden este. Ki kell mindazt az embernek söpörni magánkból, amely rossz éjszakát tesz. Minden nap. Szent Mihály minden napon ott van. Szent Mihály mérleget. És ezek a bajok akkor igazán nagyok, amikor a nap úgy egyre alacsonyabb pályán rosszul, amikor az élő fény, amely népünk számára közénk született Isten Jézust idézi meg, egyre kevesebb. Egyre nagyobb közik gond. És egyre jobb tőlük megszabad. És ezt hozta a születi magadság. Erről beszéltem, azt hiszem már itt is egy alkalommal. De a születi magadság mennyire és hogyan hozta annak alkalommal, hogy az összes szemét, ami egy falu vagy kisváros közösségét nyomasztotta, az a születi felvonuláson a kisbírónak a kiabálásával nyilvánvalóvá vált.
az, amit a pletyka közvetített, az, ami kötény alatti gondó, mert ezt kötény alatti gondnak nevezték, mikor a kisbíró ott a hintó hátsója, ahol ott az alkalmi bíró és bírónő egyértelmű mérlegelés lesz ember. Hintó. Csak hintó. Féderes kocsi lehet. Mit csinált mielőtt dobon? Hintászott a mérlegen. Mérlegen. És téfás trófába szedve azokat a bajokat, amiket nagyék okoztak, kasszírré tétette, ami addig kövény van, de feszítette a közösséget. Kasszírré tétette. Aztán ilyenkor kiség természetesen nagyokat nevettek, lám, ezek a negyék mindig is ilyenek. De rájuk is sor került. Akkor még nagyék neve. Megszabadulni gondolt, amivel másoknak gondot okoztam, csak oldott állapotban lehet, úgy nem, hogy az abszer nem fér bele le, mert fenek. Úgy nem. És kell. Kell. És egész hónap ez a bűnök. Mária bűnök fiam. Ebben a hónapban, ennek hónapnak 13-án volt 100 éve, hogy Portugáliában a három kis gyerek utoljára találkozott. Isten akaratából, most már nem csak Szűz Máriában, hanem az egész szent családban. Fatimében. Ezen a napon 100 évek voltak. 100 évek. Mert május 13-ától minden hónap 13-án a három kisgyerek találkozhatott Szűzanyával. Le lehetett fényképezni, nem valóságos, hogy persze. Teljesen valóságos. Azóta is lehetőségét adta annak, hogy aki hisz Istenbe, az meg tudja tartani magát egy széteső pokoli világban is. Persze, hogy valóságos. Azt tapasztalták, hogy ott voltak, hogy a nap gyorsan elkezd porogni, és ahogy pörög a nap, sárga gömbök, aranysárga gömbök húlanak alá, és állják meg mindazt, ezek a gömbök, akik ott jelen vannak. Hangokat hallottam, de csak a három portugál gyerek látta a napban, a látszólag költeré közeledő napban, aki a közénk született Istent Jézust idéz meg, a szent család. Jézus bemutatta a család. Ez a három portugál gyerek megkapta azt, már az első üzenetben, május 13-án, hogy megalakul a Szovjetunió. Megalakul a sátán Vörösország. Azt is megjósolta Szűzanyom, mert ez egy számára másod idő, Isten akaratában, mint számunkra, hogy még abból az évezetben vége is lesznek. Odafigyeltél arra, hogy 100 éves évfordulója volt. Nem akármin. Ez is hozzájárult ahhoz a tisztuláshoz, ami szükségképpen meg kell, hogy történjen. Valamennyiünkkel ilyenkor, mikor egészen sötét napok fognak következni, minden szempontból. Hihetetlen megpróbáltatásuk, megkérdezünk evélyek. Kedves egészségére! És ezen kívül minden este 6 órakor létánya volt. Somogy megyében Marcaligot, az öregeink azt mondták a litániának, hogy létánya. Hova mész? Megyek a létányára. Igen, mentek a létányára. 6 órától 7 óráig a rózsafüzért imádkozták, és más imádságokat is tettek, litániát tettek, és énekeltek. Énekeltek, és a templom fogok, az átvette a imádságnak, az éneknek csodálatos
teremtő és megtartó rezgését. És az egész falu érezte, nem csak azok, akik ott voltak a templomban, hogy ott 50 vagy 60, vagy pusztán 16 öreg asszony tiszta szívvel morzsolgatja a lóvasút és imádkozik. Némelyik el is bóbiskol, de akkor is mondja még, mondja még, mondja még, mondja még. Régül, szentül, Isten tenyerébe kerültünk. Igen. Egyszer kimondtuk, kiszemeltettük magunkat mindazt, ami bánt, ami bőg, amit én is elkövetetek, mindenki. Egyetlen egy hibátlan létező volt a világban, Isten, aki emberré született életünk, mindannyian hibásak vagyunk, mindannyian gyarlók. Olyan nehéz megmondani azt, hogy mocsak voltam. Mocsak voltam. Penitencia pedig ez. És a mérleg időszakát követi a skorpió. 21-én. Most. Nem sokára. Újabb hónap. Ez a halál időszak, a halál. A halál. A halál. Szembe van a másik halál időszakában. A valaki. Itt az egyetlen Istennek a marsi tulajdonság érvényesül. Nincs panteon, ezt a lökött ember találta ki a földközi tenger környékén. Nincs panteon. Az a fogláltság. Annak semmi köze semmihez, anélkül, hogy szorulás közben sok értelmesnek tűnő ember kitalálta, hogy az egy Istenből 24-et lehet csinálni. És mindegyiket úgy szépen kövesített. És nincs van. Isten egy van, egyetlen egy. Egyetlen egy. Ahol a három személyben, amit tudunk róla. De egy. És Marsi kedve van, gyilkolódik. Ilyenkor egyik napról a másikra, az a színesség, ami segít bennünket a tisztulatba, a mélek hónapjának színessége, az a döbbenetes lángolás, a fák, ahogy halálra adják magukat. Gyönyörűen köszönnek el, gyönyörűen, elköszönnek. Elköszönnek abban az évben, odaadják magukat a halálnak, nem a pusztulásnak. Kettő között óriási különbség. A halál. És mert Jóska bácsi tavaly januárban saját felesége elvesztésével közvetlen tapasztalta a halált, kétszeresen érzi, hogy a haláltól nem kell félni. A halál nem télen megjegyezt. A halál hiányt hoz. Hiány. A félelem és a hiány között óriási különbség. Halál nem hideg. Nem hideg. Halál nem csontos. Amikor elkapárom, a két kezembe kilehelte a lelkét. Fogtam, fölemeltem a párnáról a fejét, szólítottam, mert már elmint a személy, mert egy kicsi résnyit kintottam. Aztán sóhajtott egy. És mind a 10 újabb végével éreztem, hogy átköltözött be. Nem szűnt meg. Van! De! 57 évnek ezt ennek az őrzését, az aggódását, az mindig hagyta meg. Itt kell, hogy hagyja. És megszépült az arca.
nagy fájdalom túl, ha néhány perce el tudott aludni, akkor tele volt a fájdalom mérráncából az arc. Kisipott. Mikor jött a rohom, mint ő megállapodta volna, tényleg el kell tartosni őket, megállapodta volna, le akarták takarni. Kötelességük nem engedtek. És nyilván olyan őszintének tűnt a kérdésem, mert az is volt. Ugye a vezető orvos nem takartak. Még 5 órát vártunk, amíg jöttek érte, aludt. Mielőtt elvitték volna, megfogtam az arcát. Meleg volt. Megcsókoltam. Mint ahogy a palócot teszik a holtnak. És keresztet rajzoltam a homlokára. Ami mulandó benne, összejelenték. Ami örök, az részben bennem maradt. És nekem ajándékoztak. Hiszen egész élete áldozatos ajándék. Az ő pár. Más része pedig a Jóstenhez költözött. Hol? Skópja, hol? Nem a pusztulás. Én a kórházban láttam olyan embert, aki félig lecsúszott az ágyról, kihányta tüdejét, csupa mocsok véres hányadék volt, annak kifeszült a ajka, és üvegesült a szeme. De az ember sajnos nem meghalt, az elpusztult. A szeretet hiánya. Mert csak egy érték van, nincs más érték. Csak süketelés. Emberek mindenféle hülyeségért hajtanak, sorvának, gyűlölik a másikat. Képesek verni. Csak az nincs meg bennünk, mert egy nagyon nagy szükségük lenne, a szeretet. Ez olyan egyszerű, mint ahogy Isteni minden dolga egyszerű. Gyönyörű, és az ember lelkét ez az elmúlás, ami a környezetünkben lévő fák elmúlása. Nem pusztulása, halál. Ez simogatja az ember lelkét, előkészíti saját halálát. Minden esztelőnkben újra meg újra. A saját halálunk készül. És ami lecsupaszul, az nem személy. München városa a földgyülemlet szemét eltüntetésére a városi bevétel 40%-át költi. Az a példa. Németország. A gazdag Németország a példa. Mibe? A szemétbe. Isten nem teremtett szemetet. Én nem ismertem gyerekkoromban a szemetet. Hát mindentől használódott. És amennyi az a szemét, ami nem használódik föl, annyi az emberbe lévő szemét is, aki létrehozza. Ezek amik érdemes gondolkodni, mert Jóisten állandóan beszél nekünk, állandóan szól, hiszen ő teremtette a világot. Ő tartja föl. Az ő okossága, igazsága. Az ő hatalma mutatja meg magát minden pillanatban, percben, körülöttünk és bennünk is. Így a lecsupaszult, és a lecsupaszult levél,
az újítója lesz majd onnan, hogy a fa újra támad. Újra támad. Saját maga, Isten akaratából gondoskodik arról, hogy amikor a támadat ide eljön, akkor megnyúljon. Ez a hónap döbbenet. Ez a hónap a naptári rendben azzal kezdődik, hogy 21-én Orsolya napja. Ilyenkor érdemes lenne elmondani Orsolyának a legendáját. Orsolya, aki Rajna Mennyi királynak a lánya volt, akit egy angol királyfi feleségül akart venni. Angol királyfi nem volt keresztény, Orsolya keresztény volt, nem volt hajlandó hozzámenni. Orsolya időt akart nyerni, mert a szülei rajta lettek volna, hogy a két ház között kapcsolat létesüljön. Időt akart nyerni, és kért 10 szüzet maga mellé, és minden szűz mellé, önmaga mellé is még 1000 szüzet. A régiségben ez természetes volt, hogy 100 lány közül 100 szűzként érte meg a lakodat. Mert nem volt előlegszerűs. Mert a 22. nem azonos az elsővel. Az első nagy, és meghatározza tovább. Az egész életedben. Érdemes érte áldozni. Időt kér, és körbehajózták Európát. A 11.000 szűz imádkoztak, meglátogattuk a pápát. Visszafele jövet, az európai legenda szerint találkoznak Attila. Attila az egyik legenda változat szerint feleségül akarja venni Orsolyát, mert megtetszett neki, de Orsolya nem hajlandó hozzá menni, hiszen ő a lelkét és egész életét Jézussal kötötte össze, ő a bőlegét. Ő más örgényt nem akarja. Attila lenyilazza, és a hunok mind a 11.000 szűzlányt lenyilazza. Ez a nyugati legenda. Ennek a nyugati legendának az alapja az, hogy a új népek, Európa új népei, ezek a rabló népek nem szeretnék menni. Egyáltalán nem szeretnék menni. A mi magyari legendák szerint Orsolya magyar királynál Orsolyát hozzá akarják adni egy pogány királyfihoz, de nem hajlandó hozzá menni. Ugyanúgy 10 szűztársak kér, a 10 szűztárs még 1000 szűzlányt, és ugyanúgy elindulnak, gyorsan elindulnak Rómába. Pápa megáldja őket, de Szlavónia királyának megtetszik Orsolya, és hasonló a történet, Orsolya nem hajlandó hozzá menni. Szlavónia királya, akinek az iszlámmal van kapcsolata, lenyilazza Orsolyát és az összeszűzt. De lényege nem is Szlavónia király. Nem is tőleg nem Attila, a hunoknak a királya, vagyis a mi királyunk, de ennek a lényege az, hogy ez a hónap azzal kezdődik, hogy 11.000 szűz áldozatra adja magát. A halál időszak ez. És az ő áldozatuk, a szűzi áldozat adja lehetőségét, hogy az embernek a lelkében sötét időszakban, amely minden villamásában a halál adja, ami pusztulássá válhat, ha mi nem természetesen viszonyulunk
mindahhoz, ami hova két a könyvetünkben van. És fontosak a legyenek. És el kéne mondani jót. A kalendárium szépű könyve, ennek a bővített kiadása, Jelenisten pálya, szép 12 ága címmel, nem élem karácsonyra megjönik, ott lesz. A legenda meg lehet találni a magyar változatát, és meg lehet találni a nyugati változatát is. Aki hajlandó szülőként vagy öreg szülőként a gyereknek elmondani, az csodálkozva veszi észre, hogy ez a bizgetyűs gyerek, ez odafigyel, leteszi a bizgetyűjét. Mert hitelesítve van rá. A fővárosban élő gyerek, vagy itt Dunaújvárosban, vagy bárhol itt a környéken élő gyerek, ugyanúgy a jóra van hitelesítve, mint a régiségben, ahol voltunk hitelesíteni, amikor még nem volt bizgetyű. És utána mi következik a naptári rendben? Hát nekünk 23. Október 23. Tegnap Debrecenben erről beszéltem. Debrecenben csoda történt, mert elkezdtek veszekedni három különböző társaság, tessék ezek róla figyelni, el kellett veszekedni, hogy akkor kitartson a előadást, mert Szántai Lajosnak is tegnap lett volna az előadása, meg nekem is. Két különböző szervezet, és hát a hallgatók között igen nagy az átfedés. Én a betegségem óta nem voltam Debrecenben. És úgy döntöttek, Lajos lemondotta arról az én javamra, úgy döntöttek, hogy én legyek, de három különböző szervezet összefog. A belvárosi művelődi sár nagy terme zsúfolásig tele volt, mondom, zsúfolásig tele volt. Nem volt annyi széke, irodákban is kiadták székeket, hogy a folyosó is ülő emberekkel legyen tele. Ezt nagyon régen tapasztaltam. Nagyon. Nagyon. És Botos Csaba előadás előtt adott egy tölcsfa faragványt, a Magyarok Szövetsége egyik oszlopos tagja faragta, Székfalvasi kápolna. Körbeölelve, Szűz Mária zöldjével, fönn pedig a nappal, valami döbbenetes. Mert ott volt a feleségével, akkor amikor Jóska Hács is meghalzott, és a haláltorkába került a megfázás miatt. Döbbenetes. Odafigyelnek az ember. Odafigyelünk a másikra. És 23-áról beszélek. 23-áról, ami a mai napig úgy állítanak be, a mostani, a módszerváltozás utáni koronát is, mert felejtsük el, hogy itt valamiféle rendszerváltozás volt. Nem, semmilyen nem volt. Itt módszert váltottak. Ravaszabb, rafináltabb. Ez a módszer. Nehezebben fölfedezhető a gyilkos szándék mögötte. De hatékony. Hatékony. Állandóan arról beszélnek, hogy leverték a forradalmat. Először még szabadságperc és forradalom volt, tessék odafigyelni a csúsztatásokra. Aztán manapság már csak forradalmat mondtam. Mi nem a forradalom népe vagyunk, volt egyszer egy forradalom, a vörös rúgóknak a forradalma. Ezt követte a bolsevikok, Szamunai, meg Kumbélának a forradalma. Több forradalmunk nem volt. Nekünk szabadságharcaink voltak. A szabadságharc és a forradalom között óriási különbség van.
A forradalom szavunkban benne van az a ige, hogy fölforgat, forgat. Fölforgat, átforgat. Az eredendő isteni rendet megszünteti. Ez volt a francia forradalom. A francia forradalomban valaki egy kicsit beleméne, akkor azt tapasztalja, ami a forradalomnak elménye. Hogyha Robespierre marad, egy tovább tud maradni, mint ameddig maradt, akkor mindenki megöl. Mindenki. Hiszen a legnagyobb iparág a lefejezőgépezet. Minden. A barátait, a harcos társait is lefejeztette. Ismerős ugye a téma. Mert rajtot is lefejeztették a barátai és másokat. Ismerős. Az oroszoknak volt forradalmuk, meg a franciáknak. Fölvágottak. Az eredendő Istentől való rend megszűntek. A szabadságharc pont az Istentől való rende kívánja visszaállítani. Istentől való rend nekünk magyaroknak, ami történeti alkotmányunk. Egyetlen népnek van teremtőtől származó alkotmány. Ezt is úgy tudni kell, a gyerekeinknek is tudni kéne. Ez az alkotmány a teremtő Istentől származik. Zétényi ilyen vasos kötetben megírta. Gyönyörű. Ezt ismerni kell, tudni kell. Nem egy alkotmányatok közül. Nem szól arról, hogy akkor, amikor ezt írásba foglalták, nem akkortól létezik, akkor rajta kívül még egy alkotmány volt, az angoloké, de az angol alkotmány az ember által formált. A magyar Isten által, szokásokon alapul. Ezeket kell tudni, nem azt, amit kitalálunk, amit megtalálhatunk. Tudod-e, mire kötelez az alkotmány? Tudod-e, mit kér tőled az Isten? Tudod-e, hogy nem a mindenkori király a legfőbb hatalom, hanem a magyar szent korona, nem tárgy, ami túl mutatva önmagát, a közeli születettet Jézust idézi meg. Tudod-e, hogy amikor István, a későbbi Szent István ezt a koronát halál előtt felajánlja Szűzmáriának, attól kezdve Szűzmária nem patronája, hanem királynő asszonya. Királyi párunk van. Van királyunk, trónjáról kétharmados többséggel letaszíthatatlan, és van királynő asszony. Jó palacuk, nagy sémeki, Magyarország királynője, tiszta szűz. Kérd meg a te szent fiadat ére. Ékes világszám. Hozzád volt. Igen, ez tűnik, de ez alapvetés. A mi szabadságharcaim a megcsorpított alkotmány volt. Tököli, Veselényi, Bocskaié, Rákóczié, csak úgy, mint a 48-49-es egy darab. Mert amikor Kossuth a debreceni református templomban betrónozsálja a királyt, akkor a korona hatalmát veszi el. Kiáltja a köztársaságot. Aztán itt hagyja, a legnagyobb veszedelemben a népé. A veszett fejszennyelét átadja Görgeinek, aki végig kitartott a magyar szent korona mellett. Miután elárulja a szent koronát. És a szabad könyvesség Kossuthot, mint pére zászlót, végig hordozza a világon, jó szóval. Abban már bent volt a forradalom csírán. Lényegében mégis szabadságharc volt, mert nem csak Görgei. A parancsai sokasága is nem is.
akik harcoltak, akik küzdöttek, azok valóban a korona megcsorbított hatalmát akarták helyrehozni. És ez volt 1956. október 23-a, ez volt, mert Mindszenty, amikor kiszabadul a fogságából, mi bíborosunk, az első beszédében szó arról, hogy helyre kell állítani a királyságot, vagyis az eredendő rend. És az 1956-os szabadságharc ott voltam benne. Benne, a közepén. Nem a szégyén. Egyetlen személy se irányította. Nagy Imre nem irányította. Hát Nagy Imre 29-én, október 29-én még parancsot ad Maréternek, aki kommunistából lett szabadságharcos, hogy számolja föl a Korvin térjeket. A szabadságharcosok. Nagy Imre az események után kullogott. Miután Kádár megjelenik, hogy a hajaszálas esetben görbül, hősként viselkedik. Nagy Imrével Jóska bácsi személyesen beszélt, amikor a jugoszláv követsége. Kértik arra, hogy ne jöjjön ki a követség. Nagy Imre azt mondta, az én bajtársam, Kádár János megígérte nekem, hogy a hajam szállásra fog görbülni, sőt, számon tart rám a minisztériumnál. Nagy Imre nem volt ennek a szabadságharcnak a vezetője, de Szabó bácsi se, a Szénapjében, Pongrácz Gergelyék se. Angyal, Spán se, nem voltak vezetői. Mi, az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság mindent megtettünk annak érdekében, hogy összehozzuk a különböző harcolócsapatot. Tehát nekünk is ott harcolócsapatunk. Én magam részt vettem a szovjet páncélattó kifüstölésében. Nem sikerült. Nem sikerült. De egy példát adnunk arról, hogy miféleképpen irányította Isten ezt a szabadságharcot. Véres csütörtökön két barátommal együtt, amikor kicsapódott minden biztosítók belőlem, látva azokat a halottakat, akik iskolába vitték az unokájukat, vagy bordaiekező asszonyokat, csupa-csupa fegyvertelen embert holtam, a Rákóczi úti lánykollégiumból jöttünk ki, oda vittünk kenyeret a lányoknak ezen a napon. Nem bátorság volt, de sokkal több annál. Ha látta az ember ezt egy iszonyatos gyilkolódást, akkor oda mentünk a Astoria mellett álló szovjet tankhoz. Ez nem bátorság kell. Akkor valaki más cselekedett az ember. De ezt értem. Nem a médiából, nem a világháborúról töltöttem le. Ott dühöttünk. Kisvártatta két sártat szovjet katona, velünk, hogy fiatal dugta ki a fejét, mutattuk nekik, hogy mit csináltak. Sírtak. Arra a páncélosra rákerült a magyar címe, Astoria nyomdába aznap elkészítették a magyar címet. Molnár Tibor színművész, grafikus felesége rajzolta meg, és magyar zászló került valamelyik házból, páncélosra. Ahányan fölfértünk rá, elindultunk a parlament elő, hogy tiltakozzunk a mészárlásra. És amikor a nyugati pályaudvarhoz értünk, a páncélosok, sokan jöttek már utána, akkor két páncélossal a mi egyetemisták is jöttek. Nem volt kapcsolat közöttük, akkor semmilyen kapcsolat.
És egyszerre már három pációssal mentünk a parlamentali, ahol közvetkezett a következő gyilkolódás, ami valami eszméletlen. Amiről folyamatosan hazudnak, azt hazudják, hogy nem lehet tudni, kik lőttek. Pontosan lehet. Honnan lőttek? Ott voltak. Lőttek a fölmensügyi minisztériumból. Lőttek a munkásmozgalmi intézetből, ma a Néprajzi intézet. Lőttek az Akadémia utcai pártszékház tetejét, ahol Soroheftás tartozkodott, a szovjet elhárítás főnök. Honnan lehet tudni? Onnan, hogy a parlament oldalába becsapódó lövedékek egyértelműen tették, hogy honnan jött. Őt igyekeztek minél előre. A gyilkolódást nem lehetett lekövetni, de azt hallottam, nem is olyan túl régen, tavalyi évfordulón, majdnem odavágtam a sarokba a rádiót. Azt hallottam, hogy körülbelül 80 ember lett a halálát, és a szovjetek is megzavarodtak és lőttek bennünket, nem igaz. A szovjetek oda lőttek, onnan kaptuk a lövést. Ha a szovjetek átálltak hozzá, nem lőnek oda, akkor egyetlen élő ember ott nem. És azt a 86-at órákon keresztül raktuk a teherőt. Október 23. Iszonyú megtorlás következett. Iszonyú megtorlás. Páratlan megtorlás, hiszen a 48-49-es szabadságharc után mindössze 150 embert végeztek ki. Kádár közel 400 ember bíróítélettel. És legalább annyit agyonvettek az internáltáborokba és a börtönbe. Ott voltam a börtönbe. Amikor nem jött vissza társul, nem azért, mert szabadon bocsátott. Ezzel együtt ez a szabadsághoz győzött. Győzött, mert a következő évben, 56-ban, illetve 57-ben szétesett az internacionália. Internacionália meg tudni kell, hogy a szovjetek 5. hadoszlopa volt, minden országban jelen volt a kommunista párt, és a kommunista pártoknak az volt a szerepük, hogy előkészítsék a szovjet megszállást. A szovjet világhatalomra tört, a címére egyértelműen panaszolt. Erről a földgömb, rajta sarlókalapács, fölött az ötágocsik. Egyértelmű. Tisztja nyílt kijelentése, hogy viáltatalmat akarok. Ennek a 5. hadoszlopa az internacionális volt, minden évben összegyűjtve. Minden évben a szovjet meghatározta nekik, hogy akkor milyen tervek szerint készítsék elő a majdani szovjet megszállást. Először az olasz és a francia kommunisták válnak le. A két legnagyobb kommunista párt, mind a kettő olyan erős volt, akkor utána lehet és kell nézni, hogy a következő választáson győztes pártként kerülhet a Polinki. Megérdemelték volna a szovjet megszállást. Megérdemelték. Kína még egy darabig üvölt. Kádár, kevés a vé. Legalább 10 000 ember! Öljetek meg! Összedrótozott kézzel, ruhást, arccal lefele szórjátok bele a földbe, mert az történt. Aztán Kína is jön. Aztán szétesik a szovjet rendszer. A magyar hősök áldozata.
adta a szétesést. Úgy, hogy a sátán letaszított itt majd a trónjáról, mert Isten nagyon szeret bennünket. Ha az egyesztelő mozgalom, kellően megős lesz. Emlékezzünk 23-ára, mert a halál időszakában jelen van az átváltozás, a föltámadás, a szabadság lehetősége. Az áldozatból támadó szabadság lehetősége. Az alkalom. Aztán Ráfael, 24-ére. Őrangyal. Hasonló, mint amilyen Gábor, illetve Mihály Ráfaelnek ez a dolga, hogy vezeti a vaktóriást. A vakok vezeti, vakká válsz, lelkedben vakká válsz, mert az a sötétség, ami jelen van ebben a hónapban, a sötétség rá ül. Szükség van Isten küldöttél az angyalnak, hogy vezesse. És a Tóbiás kezében hal van. A skorpió halakkal szemben van az esztendőkörös változás, ebben halál időszaka. Halál. Háló, úr, gyermű, csodálatos. Tóbia. És Ráfaél. Ráfaél az egész hónapban jelen van. Ráfaélhez fohászkodni a régi imádságos könyvekben lehet. Meg tudjuk szólítani. Ebben a hónapban, majd következő 21-én, nagyon fontos dolog. Ráfaél időszaka erre a hónapra korlátozódik lényegét tekintve Mihályi, meg Gáborjé az egész esztendőre. Aztán 26-án Dömötör. Száva Szent Dömötörön született, a hajdani Magyarország területén, ma Szerbia. A bizánci birodalomnak katonája, barátja megöli a bizánci birodalomba gyilkolódó óriást, ezért a barátját kivégzik, aztán később vele is végeznek. Mártír halált hal, hal megy, kettős halált, kettős halált. Két kiváló ember, aki az ilyenkor óriással növő, félelmet keltő hatalmat akar legyőzni, mert óriás félelmet kell. Tehát nem véletlen itt jelenik meg, ebben a szerep. Dömötör napján hajtották haza a pásztorok a nyájat a legelőről, akkor, amikor még egész évben kint voltak a pásztorok. Pál Pista bácsitól tudom, aki nem régen adta vissza a lelkét Istennek, hogy ilyenkor a konászok három napos ünnepséget tartott. És én mondta, Duda szóval mentem haza, akinek nem volt Duda, az vagy citerálva, vagy hegedűvel kísérték haza. Ünnep volt. Ünnep. Három napig tudottunk, tózottunk. Három napig verekedtünk is. Mert előkerült bennünk a bántás, a másik, amivel bántott bennünket. Verekedtünk is. Időnként a verekedésnek még halottja is esett. De kellett ez. Egy évig nem volt közünk asszonyhoz. Még kint legelte. Időnként hozta tiszta, hozott valamennyi élelme, de alig tudtunk hozzáérni. Mikor haza kerültünk, akkor erő volt bennünk. Ugye rossz, hogy halálra molesztáltuk volna. A pásztorok tökélet. Ebben is bölcsesség.
megjuhászkodva, lecsöndesülve, kitombolva érkeztek hozzá. Különben családot is szétszabadták. Pap Pista bácsi is személyesen ismert. A világ legnagyobb élő dudása, a világ legnagyobb élő dudását nem régen temettük el, temetése Tóth pásztoruk is saját öltözetükben jelen volt. Óriású Pista bácsi. Elvesztette a feleségét. Elvesztette az összes gyerek. Öt gyerek. Ő maradt. Mikor Juhász Zoli meg Dzsupin Pali fölkeresi, becsöngettek hozzá egyik este felé, kijött a kapu elé, mondta, hogy ne zavarjanak engem, ember. Én már nem élek. Az én életemnek már semmiféle értelme nincsen. Menjenek el, ne zavarjanak. De Juhász Zoli nem Dzsupin Pali volt ott, hanem Agócs Gergely. Juhász Zoli meg Agócs Gergely, hát olyan csöndes erőszakossággal elérték, hogy behívta őket. Én nem ivott akkor már volt hárnyikát, semmit, de behívta őket, megkínálta őket valami ételre, s vízzel. Aztán elmesélték neki, hogy mire kíváncsiak. Nem tudok én már nunkra, egyet se tudok. Aztán ő nézett, fölénk nézett, de egyet tudok. És aztán énekelte. Aztán mielőtt elköszöntek, mondta, hogy még eszembe jut. És aznap éjszaka nem tudott aludni. Állandóan szaladt ki a konyhámba, ott volt az asztalon a papír, meg a szeruza, és írta föl, ami eszébe jutott neki ének. Egy hét múlva már 200 éneket. És aztán elkezdte járni az ország. És 96. esztendejében szólította az úr. El a lelkét, 20 évvel később. Mert szükség volt rá. Ott volt a gyerektáborunkban is mindig. Ketten ébredtünk nagyon korán, 6 órakor. Én azóta is 5:30-kor ébredek minden nap. Bár tegnap 1:30-kor, de hogy tegnap, ma 1:30-kor kerültem majd nap. Debreceni út miatt, csoda beszélgetés volt. Én azért keltem korán, mert akkor még bagóztam. Hát kellett gyújtani. Ő meg azért, mert a dudából nem ébresztette a tábor lakóit. Dugaszul! Amikor a tábortűznél, minden este tábortűzet tettünk. Minden este. Ott semmiféle kitalálás nem működött. Nem kell semmit kitalálnunk, csak meg kell találnunk, amit elloptak tőlünk. Naponta lopják el tőlünk. Ez a Pista bácsi, mikor jött este, mert mesét mondott a gyerekeknek, meghallották a dudaszót, mert dudaszóba jött, a gyerekek elcsöndesültek. Csúnya volt. Előtte cserpelte. Ahol 60-80 gyerek együtt van, akkor a cserpelés, ahogy az ember nem hallotta a saját hangját, se csöndben. Mikor elmondta egyik mesét, az kérdezte, hogy mondjak-e még, Pista bácsi, né! Hiányzik, hiányoznak ezek az öregek, hogy énekelni, mesélni tudnak. Ezért van a bizgentjük. Igen. Mai gyerek is azt akar, Jóska bácsi maga tapasztalta. Belvárosi iskola. Ötös órán tudomány egyetem gyakorló iskoláján. Egy időben kaptam hetente egy-egy óra, és azon meséltem. Meg énekeltem a gyerekeknek, meg imádságot mondtam. Egyik alkalommal mondom a testi gyerekeknek.
odáll méne fönn az ég. Nem odáll szárnyos angyol. Szárnyol ott korona. Koronába szent oltár. Szent oltárba Szűzmária. Máriába igyasszint. Kelet felé tekint a nap. Ott látja az ő szentélyát. Honnan szárnyalat korona, ők hozzá égből szállt alá, népi imádság. Nem kell kitalálni az imádságot. Azok nemzedékről nemzedékre megmaradtak, élnek, amíg a világ világ lesz, és erre a hitel is a testi gyerek is. Tanárnéni mondja, Jóska bácsi, írd fel a táblára, gyere, kórusba, nem kell. És elmondták egy hallásra, mert ennyit van. Csak elő kell hívni belőle. Aztán Simon Júdás, nem Iskarióti Júdás az áruló, hanem Tadeusz, aki keletre ment gyógyítani Jézus helyét. Simon is Jézus titkos tanítványa volt. Mondás osztottotta, ez a nap 28-án már. Jaj, ez neked öreg atyás, megjött már a Simon Júdás. Hát ilyenkor már nem lett öreg atyás a járni. És Simon bírónak nevezték azt az asszony, aki akkor is megtartotta uralkodó helyzetét, amikor már az lejárt. Mert a régiségben az, hogy uralkodott attól kezdve, mondjuk Simon Júdás napjától kezdve, amikor a kinti munkák elfogytak, mert minden kinti munka elfogyt. Ember ment ki a szőlőhelyre, a földön is volt szőlőhely, van is, ugyan domb sincsen, de ahol szőlő, meg piccel szegy a szőlő. Vitt két dirizsont, aztán a három osztatú pincébe, 5-6-tal összegyűltek minden este, beszélgettek, énekelgettek, meg előkészítették a szerszámokat. Hét végén két denizsan borral hazamentek, mert szent misére vagy Isten tiszteletre együtt ment a család. Erre meg sok kellett lenni. Az asszony volt az ember helyett a bíró. A bíró a polgármester, vagyis ő volt az úr. A földrendészetet, a hatalom az ő feleségére. Tartott ez meddig, március 19-ig, az én névünnepen. Március 19-én kezdődre kell a nagy kinti munkák igazán. Akkor a nagy kinti munkák vezetőjét megáldott a Szent József, Isten nevelő, Jézus nevelő. Akkor újra ő vett át a hatalmat. Ez volt az emancipáció, nem az a hülyeség, hogy az asszony ember akar lenni. Ha pöcsöt ragasz magának, akkor se lesz ember. Soha! Csak bolond lesz. Földön futó bolond, és azzá teszi a családját. Ezeket lehet csinálni. Asszonynak az ünnepek előkészítése, a java ünnep ilyenkor van, mind az asszony felelőssége. Mind. Az esküvő előkészítése, hiszen farsag végén voltak az esküvők. Eszméletlen felelősség volt az asszonynak. Nagy asszony volt a magyar asszony. Nem fél lépéssel ment az ura után. Mellette. Nagy asszonyi tartással. De nem emancipált hülye. Mert ha hülyét mondok, akkor szerint vagy. Szolgál, a család szolgálja, mint egy ember is adott, meg is kell szolgálni. Aztán a Simon bírónak mondták azt, hogy azt mondja, hogy volt ilyen a régiségben, egész évben uralkodni akar. Ostort nem adta ki a kezét. Aztán bókkal. Fartos, 31-én.
ő találta fel a fejszét. Gizella királynőnek ő volt a nevelője. Osztrák körülbelül született, főpap volt, ő találta fel a fejszét. Akkortól kezdődik a fáknak a vágás. Akkor elhasszolnak a fák. Ennyikor halálokon vannak. A régiségben alvó fát láttak csak. Amikor a fák újra élednek, az január 23-án van, azután már nem vágtak ki fát. Most én egyrészt tette Auschra, de Raviden érvényesül, vagyis minden, állandóan pusztítjuk az erdőt, mindent, ami pusztítható. És haszna vehetettem, mint a butorani, az ajtó, a nyilláncáról, bocsánat, mert ajtó már nincsen, mert ablak se, nyilláncáról van. Ilyen volt, soha nem volt a világ, de hatékonyan kell erdőt kitermelni. Régen szálló gazdálkodás volt, akkor vették ki a fát az erdőből, amikor az alatt. Amikor a legkevesebb vér van benne, mert a tövébe megy le a vér, a tövébe. Amit erősít, aztán a saját áldozat, a lombáldozat. Ezt is tudni kéne. Én, amikor házamat építettem, akkor mondták, hogy hát ha két év múlva tetőt akarsz rakni a falakra, akkor most ki kell vágni a fát. Hat erdőbe tudtunk fát kivágni, de meg kellett várni, hogy jöjjön voltra, és utána. És utána is meg kellett várni, hogy fogyó volt. Mert a tele volt valamennyi vér, fölvisz még a fába, az alvó fába is. Ez volt a bölcsesség. Hatalmi bölcsesség. Az 500 éves faház Erdélyben. És ezen a napon a falu egész nép, ezt meg kéne csinálni, Jóska. A határba kidöntött egy öreg fát. Kidöntött egy öreg fát, és amikor kidőlt fejszébe, nem fül motorfűrészen, amikor a fejsze csattogott a fa oldalán, akkor az ember úgy érezte, hogy benne csattog a fejsze. Iszony. A halál hónapjában, akkor, amikor elaludtak a fák, halálukon vannak, nem pusztulásukon. Egyszer abból meg fognak újulni majd a halálukból. És döbbenetes volt, mikor recsent egyet, benned recsent, és súgott, hogy dőlne. Aztán zsrr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 
mindez bennem történt, a beléd ültetett fa dölt ki. Gyuri néni, dolga menti asszony, azt mondta el, hogy ilyenkor azért tettük a fadöntést, hogy félúton majd találkozhassunk a halottainkkal, mert a halottak ilyenkor kimenőt kapnak. Halottaknak. Én jelen voltam ilyen fakidöntésen, kisgyerekek döbbenetesen érzik, érik az egészet. És ott jön egy új fát is ültett. Minden szentek elsője novemberben. Ez a minden szentnek a napja, akik nem tértek bele a naptárba, a Isten kegyelmének hatalmas hiányadása. Történik ilyenkor ez a halottak napjának az előestéje. A halottakat ilyenkor elengedi a Jóistenük, a tisztító tűzbe van, a köztes lépbe. Ha azt látják, hogy a család nem törődik a szegényekkel, vagy nem segítik a gyöngékkel,
akkor sírva távozzuk. Jó néhány megyében a haloknak ott terítettek a tiszta szobába, az első házba. Azt a tányért kapta meg, mert terítettek neki is, amit használt életében, azokat az ebédeszközöket, azt a széket tették oda. Mindezek megidézték a személyét annak, aki hitük szerint a tisztító tűzben van, ez a szenvedő egyház. Mi, akik még élünk, a küzdő egyház vagyunk, és ott üdvözültek, az pedig a dicsőséges egyház. Szóval a szenvedő egyház tagjai hazajöttek. Én ezt pankaszon éreztem a nagy családban. Nagybátyámat ismertem, aki a fronton volt meg, hogy amikor érte gyújtottunk gyertyát, amikor az egyik, nálam már idősebb unokatestvére borongozott, azért, hogy a lelke hazatalálja. Mert halottaink megismernek a rokonságból harangoz valakit, mert egyformán két ember nem tud harangozni. Égett a gyertya előtte, a széke előtt, a tányéri előtt, és én a kamosz éreztem, hogy oda jön, elmér bátya. Dédapámat nem ismertem, dédanyámat sem, nekik is terítette, ők is oda jöttek, ő értük is imádkoztunk, még égett a gyertyájuk, ő értük is szólt a harang. Ez a halottakkal való találkozás, akkor már köszön a halál időszakának első szakaszában. És hogy milyen érzés keltett bennem az, hogy ott éreztem a nagybátyámat, hogy ott éreztem Lévi, mind a kettőt, abból arra következtette, hogy mennyire van megelégedve, ami hallottunk azzal, hogy mit jelent, hogy viselked. A temető földíszítése, ez újkori dolog, német szokás volt, mert sajnos minden ilyen dolog, külsőség, halottak hazalátogatása az a családnak a dolgot, a legbelső családi esemény. Temetőbe pedig, hát a sárgai irisei fogja el az egy szomszédom. Hát milyen pitics tettő a sírjára. Nem szégyeli ez a mocsok. De hát én Kanadából kaptam ezt a mécsét. Ennek semmi köze semmihez. Ez hány ingeres utálat. Nem azokat az öreg néniket bántom, vagy öregeket, akik kimennek máskor is. Beírnak a sír mellett a falra is. Hoznak egy szalvirát. A bazárkodó. A plázai idióták. Egyre többen. A középkorban a templom körül volt a temető. A középkorban egy koporsót, a mindenki koporsóját a templom közepén elkészítették, és az emberek oda tették az ajándékot, mert a kódusnak ilyenkor ajándékot kellett adni. És a kódus nem tudta, hogy kitől van az az ajándék. Mert a tisztelendő úr vagy a templom szolga osztotta ki a szegényekről. Gyönyörű. Ma ott állnak a kódusok a temető kapunán, és nem egy honfitársunk, amikor teszi a pénzt a kalapjába, akkor na, látját? Hát, ugye látjátok, bazár, cirkusz, bolha cirkusz, meg megint. Valók
vették hozzátok halottak. Külön halottak cipóját sütötték a kemencébe halottak. Még Szegeden nem tudták. Göcsejben ma is csinálják, Göcsejben néhány mennyi ma is csinálják. Én azóta, mióta egyik rokon végigdicsekedte az egész temető beli halottaknak tunkat, azóta ez körülbelül 15 éve történt, azóta nem megyek ki az alamaton a temetőbe, rendbe hozom a halottaink sírját. Természetesen rendbe hozták a régi is. A szlávok oda tették az élelmet nekik. A síron temetették. A tótot is. Tótot aki, akkor horvátok. Mi hazagyítjuk, vendégségbe jövő. Otthon meggyújtok egy gyertyát, imádkozom, apámért, meggyűjtök még egy gyertyát, imádkozom, anyámért, ahogy eltalmaztak úgy sorba. Nem ég más, csak ez a gyertya, és meglátogatni. Az ember nem csak része, hanem egésze is a teremtetménynek. Egésze is. Ők benned vannak most is. Kitörülhetett lenni. Előfordul, hogy az ember egyedül van otthon, nyilván mással is előfordul, és valaki fölkapcsolja a villát. Pedig nem rossz a kapcsoló. Valami nagy zörögbe leesik. Előfordult. Megnyugtatják az emberek magukat, hogy halucináltak, vagy elfelejtették, hogy ők kapcsolták fel a villát. Nem igaz. Ilyenkor az ember érzi, hogy valaki rajta kívül még van. Pontosan lehet érezni, egészen pontosan. Gyuska bácsi ilyenkor azt csinálja, meggyűjt egy gyertyát, és imádkozik. És a szorongás félelmet tart ki, az az ismeretlen, amelyik rajtam kívül láthatatlan ott tartózkodik, akkor tudom, hogy gondja volt velem. Életében. Valamiben megbántottam, és nem tudtam visszavonni a bántást. Hiszen régen halottól való elköszönés az az volt, hogy ha addig nem tudtunk elköszönni még ért, de már utolsó pénzet feladta a tisztelendő úr neki, akkor három napig otthon lehetett felravatolozva, és mindenki jött és elköszönt tőle. Mindenki. Elnézést azért, ha valamit megbántott. És a mi hitünk szerint három napig a halott lelke még ott van, a halott teste fölött. Ő lát bennünket, ők most is látnak bennünket, mi nem látjuk őket, de érezzük. És ilyenkor is tartja ez a drága nép, halottak napján alkalmam nyílik, hogyha valamilyenkel szembe olyan galanságot követtem el, ami lelki fúdulást okoz, ami gondot okoz, azt én ilyen váratlan látogatáskor is, de főleg halottak napján tisztázhatom, imádság. Imádság. Bocsáss meg, anyám, amikor kijöttem a börtönből, bolond voltam. A fejed fölül akartam eladni a házat. Hogy nekem lehessen valami kezdőpénz, amire alapozhatunk majdani házasságot. És te sírtál. Apád jussát akarod? Fejem fölül eladni.
találkozunk. Köszönöm a figyelmünket, türelmünket. Irodalomnak egyre nem tudok mást jelölni, mint a kalendáriumot. Minden hiteles része ezeknek ünnepeknek ott elolvasható, és remélem nem sokára ide is érkezik majd a Kerekisten pályaszék 12 tárnak, ahol nem csak az egyház által elismertek lesznek benne egy ünnep tartalmaként, hanem Nimrodtól mindenki. És nincs szenzúra. Nincs szenzúra. Nincs. Nincs. Folyamat. Folyamat. A folyamat változásokat hoz. Ne arra ugye, azt nem megyek. Hát nem is 20 személy lesz nekünk. 8 óra. Köszönjük. Valakinek van egy kérdése vagy kérdése, és tudok válaszolni, szívesen válaszolok. Itt a könyveket érdemes megnézni. A múltkor is ajánlottam már egyebek között a Somogyi Győzőnek a könyvét, az árpádházi szentjeinkről, mert mondom, a gyerekeink őket mind tudni kéne. Iskolában úgyse, tisztelendő sem mondja. Sehol nem mondja. Nem kell. Nem kell. Mi? Lényegtelen az, hogy magyar vagy. Ja, hogy ő angol, az más. Vagy ő romai, az más. Az lényegtelen, hogy te vagy. De vagy lényegtelen. Hogy lenne lényegtelen? Az akácsának is lényeges, hogy akácsak, meg a töltsának is így töltsak. Mi az, hogy lényeges? És hát az a könyv Somogyi Győzőnek a könyve, az fáradt. Ott van a családfa, a világ egyetlen olyan családfája, ahol az emesebb méhét, ősadák méhét megáldó turulmodár okán a mindenkori pápa kénytelen volt 34 személy, szentély, illetve boldoggá volt. És ez még azt is tudni kell, hogy nem is szerettek bennünket a pápa. De miért nem szerettek? Azért, mert István apostoli király volt. Tehát tudni kéne, mi az, hogy apostoli királyság? Mi az, hogy apostoli király? Egy fillért nem fizeted be a pápai pénztárba. Egyetlen piasztert se. Az árpádházi királyoknak joguk volt kinevezni a főpapot. Az apostoli jog alapja. És logik volt leválasztani a főpapot. Nem szerettek bennünket a pápát. Ennek ellenére kénytelenek a turul nemzetségből ennyi személyt szentté, illetve boldoggá vozni. És érdemes oda figyelni, nem hogy királyi nemzetség nincs még egy ilyen, semmilyen nemzetség nincs. Semmilyen nincs. Aztán Somogyi Győző betesz egy térképet, és Európa térképet. Tudjuk, ezeket a személyeket Isten hívta el szolgálatni. Közvetlen Isten. Én megkaptam a magam étet, majd a jó Isten előtt kell vele elszámolni. Annak van-e igaza, akitől megkaptam a magaimt, vagy valami igazság abban van, ahogy én efelé gondolkodom. Szóval megkaptam a magamét azért, mert azt mertem mondani, hogy a jó Isten akarja, és ilyen sokszor akarja, meg tudja kerülni a szolgálati utat. Nem föltétlen szól a pápának, ha valaki el akar hívni szolgálatra. Vagy a püspöknek. Ők pedig gyarló emberek, és megsértődtek. Mint ahogy megsértődtek, Klára asszonynál is, erre az ötelen is. Parasztasszonyra, aki hasznosan 47-ben aratás közben látta Szűz Máriát, az ő kérése épített egy kápolnát, ami megtartotta a kereszténységet a bolsevizmusban. Mert nem az intézményt tartotta, még egy egyházi intézmény. Békepapok voltak. Intézmény derült. De be kéne ismerni. Jó Isten előtt úgyse tagadhatják le. Szerves tartalék volt a kommunista államnak az egyház mint intézmény.
hasznos falvaskuton százezrek voltak. Szentmisét mondott az ötelelmis parasztasszony. Nem ő, a Szentlélek szótákkal. A püspök úr megsértődött, hogy nem szólt neki a Jóisten, hogy ezt a parasztasszonyt elhívja szolgálat. Tehát akkor mitől minden attól? Ezek a szereptévesztések borzasztók, és mind Rómából következnek. Már nem a mostani Rómából, az antik Rómából. Egy tisztelendőr kapta ezt a lehetőséget, hogy fatimai szobor kerül 47-be a szociáldemokrata pártházba. A szociáldemokraták megsértődtek a kommunistákra, mert a kommunisták a kétszédulás csalást csinálták, és odották az egyháznak, a szociáldemokraták az ő pártházukat. Ez egy jó intéző lakás, és Győrből kerül oda egy tisztelendő úr, banktisztviselő volt, mikor a Jóisten azt mondta nekem, fiam, neked papnak kell lenni. És pap lett belőle. Elvégezte a teológiát, pap lett belőle. Döbbenetes a történet. Ezeket nem mondják. Annyi lökött, üres, süket, jelszó szerint szöveg hangzik el, hogy a lendemek kétfelé áll a füle, lenni különbe is, hát mint ahol. Döbbenetes volt tisztelendő úr, műsort csináltunk vele is, filmet hasznos, Falvaskutról, rádióműsort erről a helységről, erről a Fejér megyei helységről, ezt meg különösen a Fejér megyeknek tudni kéne. Mert a legnagyobb bolsevizmus idején, Alsó Szent Iván, ennyi a bolsevizmus idején 10 000, meg később 80-100 000 ember jött egy-egy fatimai szűzanya ünnepen, vagyis 6-szor 7-szer, mert a fatimai szobor Portugáliából került ide. Ide kerülése az volt a 7. bucsolatkor. Tisztelendő, gyönyörű ember. Gyönyörű ember, van szobor. Rengetegen jönnek oda. Bolsevizmusban. Rengetegen jönnek oda, de nincs víz. Egyetlen egy WC-ban. Hát össze-vissza kell szaladgálni embereknek, valamint ő meg akar megszabadulni. Hiába kér embereket, hogy hát a vizet ide kéne vezetni, mert a állami gazdaság engedi, hogy az ő csöréből vizet vezessenek ide, de átlag kéne ásni, a dolgot megcsinálni. Emberek nem jelenkeznek. Aztán mégis akadt 3 cigány, aki elvállalja, hogy megássák az arkot, lökött fejére, tisztelendő úr ad neki egy liter bort, aztán még egyet kérnek, aztán ott alusztak a negyedőszer készült árulóra. Nem készül az ára. Közeledik a búcsú alkalommal. Tisztelendő úr rákeresen ideges, mert tudja, hogy rengetegen jönnek, nem tud éjszaka aludni, pizsamába, zsebbe dugott kézzel, tenyőt oltár elé, a fatimai szüzanyja előtt megállt, és a követőt mondja, na szüzanyja, dönts el, hogy neked kell a víz, vagy nekem kell. Mert ha neked kell, akkor intézkedj, mert én tehetetlen vagyok. Visszamegy, azt elmond, tíz mi atyánkat meg tűzvégélet, hogy ilyen szemtelen volt a szüzanyával szemben. De szüzanyja intézkedik. Reggel arra ébredt, hogy eszméletlen dübörgés van. Na, itt tankkal jöttek, hogy szétszúzzák ezt az egészet, de nem tank jött, hanem 2 állatású. A falujából született, megtudták, hogy baj volna tisztelendő, és hétvégén 2 állatású eljött, és hiásták a világra, árkot lett víz a fatimai ünnepre. Ezeket, hogy nem népszerűsítünk. Hát, köszönöm a figyelmüket még egyszer, türelmüket. Legközelebb ugyanolyan ünnepre. Igen.
Novemberben azok a szentek kerülnek sorra, és a szentek cselekvése, legendája, akik előkészítik az ember lelkét már karácsonyra. Tudnék, azt itt is mondtam már, hogy karácsonyra való készület az 6 hetes volt, nem 4 hetes. 4 hétre korlátozták, mert az egyház, mint intézmény, állandóan szabad a civil fejlődés után, ami nem tartok helyesnek, tisztelete kivételni. Ezért vesztél a híveit. Ne akarja tartani a híveit, hogy ő milyen modern, meg milyen korszerű, meg milyen engedményeket tesz, de a hívei jól szeretnék a tisztán kerek egészbe közvetíteni a Jóisten, meg az ő csodálatos édesanyja. Van valakinek kérdése? Ha nincs, akkor nézzük meg a könyveket. Látok itt egy könyvet, amit én tudok dedikálni, de ha valaki olyan könyvet vásárol, amit nem tudok dedikálni, például Kempis Tamásnak a könyvét, ami egyetlen olvasmány volt, amit el tudtam törni, amikor közel voltam a halálhoz, 4 alkalommal, és 4 órákat, 1/2 órákat tudtam eltölteni naponként éber állapotban. Nem aludtam a többit, hanem hát tébolyt. Megtébolyogtam. Állandóan vonagoltam, le kellett fogni, időnként le kellett kötözni. És amikor egy kitisztultam, mert olyan volt, mint a vigar, hogy néha elcsöndesedik, akkor a Kempis Tamást olvasta föl valamelyik barátom. Semmi más nem kellett, már én kértem, mikor egy tisztulat időszaka jött. Ez a Krisztus követése egyik könyve, a másik könyve pedig a Szűz Mária való prédikáció, ez a Mária követés. Azt is szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek. És jó éjszakát kívánok, kedves Áron királyok!